következő videónkban azt járjuk körül, hogyan tudunk egy saját Erodos listát előállítani, illetve elmenteni. Először is lépjünk be Erod felületünkbe, majd az alapértelmezett listára kattintva eljutunk erre a nézetre. Innen a mezők szerkesztésre ikonra kattintva jutunk a valós szerkesztő felületbe. Ugye itt láthatjátok, hogy az alapértelmezett listámban ezek az elemek szerepelnek. Első körben én ezeket ki fogom törölni, és felveszem azokat az elemeket, amiket az új listámban látni szeretnék. Első körben vegyük fel a beteg neve listát. Utána a beteg azonosító elemet. A beteg azonosító az megegyezik a páciens tajszámával. Ezt követően jelöljük ki a feltöltés száma elemet. A feltöltés száma elem az egy olyan egyedi azonosító, amit a CT készülék generál, és egyértelműen beazonosítja a vizsgálatot. Ezt követően kattintsunk a vizsgálat dátuma elemre, illetve vegyük fel az új listánkba a beérkezés dátuma elemet. Ez a két dátum, tehát a vizsgálat dátuma, illetve a beérkezés dátuma nem feltétlenül egyezik meg, hiszen egy vizsgálat több nappal korábban is készülhetett, mint hogy azt az én nevemre szignálták, illetve leletezésre elküldték volna. Ezt követően vegyük fel a leletező R plusz Ő elemet. Ez az elem megadja a leletezésre küldött vizsgálat, illetve az ezzel kapcsolatos összehasonlítás céljából kiszignált vizsgálatok együttes számát. Tehát egy gyakorlati példával, hogyha ezt megnézzük, ez úgy néz ki, hogyha számomra csupán egy mellkasz CT vizsgálatot küldenek, semmifajta előzmény nem érkezik hozzá, akkor az R plusz Ő érték 1-es. Amennyiben küldenek egy előzményt összehasonlítás céljából, akkor az R plusz Ő érték 2-es. Végezetül pedig vegyük fel a lelet státusza elemet. Ugye a lelet státusza az a mező, ahol be tudom állítani, hogy a leletem az csupán előzetes, vagy diktált, vagy pedig végleges, és azt már lezártam. Végezetül pedig a lelező orvos elemet vegyük fel, ami megmutatja, hogy ki az az orvos, akinek a nevére az adott vizsgálatot kiszignálták. Ezzel a listával csupán annyi a probléma, hogyha én a leletező orvos elemet szeretném a második helyen szerepeltetni, akkor a 2-től 8-as sorokat ki kell törölnöm. Tegyük is ezt meg. És a leletező orvost csupán így tudom ide beszúrni, az összes többi elemet pedig újra fel kell, hogy vegyem majd. Most pedig megmutatnám, hogy hogyan tudok egy általam készített listát lementeni, tehát kiválasztok most két olyan elemet, ami a páciens nem azonosítja, tehát hogyha elkészítettem a saját listámat, rákattintok a kész gombra, és itt az alsó sorban láttok egy olyan sort, hogy lista mentése másként, ide, hogyha beírom, hogy ezt lista, és elmentek, akkor innentől fogva ez a lista már megjelenik számomra a saját nevem alatti listákba, és innentől fogva bármikor tudom ezt használni. Hogyha egy listát törölni szeretnék, akkor a más listák ikonra kell, hogy kattintsak, innen kiválasztom az előbb elkészített teszt listát,
erre a kuka ikonra kattintva pedig ezt a listát el tudom távolítani.